Magyarország 2020 címmel látott napvilágot az a kiadvány, mely az ország elmúlt 10 évének fejlődését mutatja be. A közel 1100 oldalas kötet 50 tudományos dolgozat gyűjteménye. A műszerkesztője Mernyei Ákon és miniszteri biztos azt mondja, 2010 egy korszak határ Magyarország életében. Egész egyszerűen leszámolt a kormányzat 2010-től a merjünk kicsik lenni korábbi meggyőződésével, és elhittük, hogy az élet minden területén bizony ütőképes tud lenni a magyar modell, ahogy Széchenyi mondta, a saját tengelye körül forgó Magyarország, és igenis azokat a kellemetlen, negatív, káros, hátrányos folyamatokat, amik az előző évtizedet, az azt megelőző évtizedet jellemezték, azokat meg lehet fordítani, és ezt kiválóan láttuk, hogy úgy a gazdaság, úgy a demográfia, úgy a nemzetpolitika terén el lehet indulni. Mi azt gondoltuk, szerkesztőtársammal Orbán Balázssal, hogy azért szükséges egy ilyen összefoglaló mű, hogy pontosan megírjuk azt a történetet, hogy mi történt az elmúlt 10 évben. Mindazok, akik érdeklődnek ez iránt, azok a maguk érdeklődésen megfelelő területen lássák, hogy mi történt velünk. Az elmúlt 10 esztendő vezérgondolata a magyar érdekek előtérbe helyezése volt, egyfajta patrióta gazdaságot működtetünk, mondta Mennyei Ákos, amiről a szerzők elmondják saját gondolataikat. Abból indultunk ki, hogy a szerzőink olyan jeles akadémikusok, vagy gyakorló szakemberek, vagy egyébként más egyetemi elméleti szakemberek akár, akik a maguk tanulmánya szerinti szakterületen kiváló ismerői annak a témának, arról egy megalapozott, objektív, lényeglátó, és egyébként a közvélemény számára emészthető módon képesek értekezni. Az sem titok egyébként, hogy nem 50 tanulmánnyal indultunk. Tehát ahogy mi is, ahogy néztük, hogy mégis miről kellene még az elmúlt 10 évben írni, mik azok az élet aspektusok, mik azok a problémák, témák, amiről kellene még nyilatkozni, úgy szaporodott a szerzőköret, és a témákat és a szerzőket így passzintottuk össze. Azt akartuk megírni, azokat a sarokkő jelentőségű témákat, ahol ez a kétharmados alkotmányos felhatalmazottság a leginkább előjön. Csak ugye, ahogy haladunk előbb az időben, meg tematikusan, meg az élet mindig színesebb annál, mint amit el tudunk képzelni, úgy jöttünk rá, hogy igazándiból a magyar modell, és ez a patrióta nem csak gazdaságpolitika, hanem patrióta kormányzáspolitika, az szépen becsatornázódott az élet minden területére, és azt gondoltuk, hogy akkor azokat se hagyjuk már ki, ne csak azt, aminek közvetlenül az alkotmányokhoz köze van. A műnek, mondja a szerkesztő, van egy historikus jelentősége, nem aktuál politikai kérdésekre keresi a választ, amely adott esetben nemzetközi kontextusba is helyezi az adott témákat. Azoknak ajánlom, vagy ajánlanám, akik érdeklődnek a velünk történő dolgok iránt, és szeretnék megérteni, hogy merre halad a világ, merre van benne Magyarország, és merre próbál irányítani, illetve próbálta az elmúlt 10 évben irányítani az ország sorsát. A Könyvtorna megyei bemutatóját a Matthias Corvinus Collegium Szekszárdi irodája szervezte meg.